A nehezén már túl vagyunk, mondta híradónknak az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Sárospataki szakaszmérnökségének vezetője. A korábban Sátoraljaújhelyt és Sárospatakot elöntő patakok vízszintje sokat apadt az elmúlt órákban. A legújabb információk az, hogy Sátoraljaújhelybe a ronyva kiöntés az gyakorlatilag a probléma most már a vég kifejletben van, tehát a fertőtlenítés és a visszaköltöztetés folyik. Közel másfél méter tapadt a tetőzés óta a ronyba, tehát visszament a medrébe, tehát az a probléma az megszűnt. Ezzel egy időben volt Sárospatakon és a többi településen is az önkormányzatoknak kellett védekezni a patakok áradásai ellen, tudomásom szerint sikerrel. A patakok áradása után a folyók következnek. A vízügyi igazgatóság úgy számítja, hogy a Bodrog áradása eléri majd a harmadfokú készültséget. Felső Bereckinél eddig 795 cm volt a legmagasabb vízállás, most 730 centis tetőzést várnak. A Bodrog vonat tekintetében pillanatnyilag a elsőfokú árvízvédekezés van érvényben. Ma reggel Felső-Berecki 610-es vízállás volt, tehát várható az előrejelzések szerint, hogy legalább harmadfokú árvízvédekezésre kerül sor, de ez pillanatnyilag csak előrejelzés szintjén tudom megerősíteni, tehát ez óráról órára változhat. A magas vízállás ellenére a szakaszmérnökség vezető szerint átlagos a folyók áradása, a Tisza áradása például el sem éri majd a készültségi szintet. Pillanatnyilag ez egy szokványosnak indul. Most elsősorban a csapadékos időjárás miatt a Bodrog jobbparti töltések mentén a hegyről lejövő vizeknek a kezelése okoz problémát, tehát folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy mikor nyithatjuk a jobbparti töltésekben lévő zsilipeket, hogy magától ki tudjon folyni a víz. Amennyiben nem tud, akkor természetesen szivattyúzni kell, tehát ezt kell kezelni, és a fokozatnak megfelelő figyelőszolgálat, illetve a védelmi anyagoknak az előkészítése folyik. Az árvízi védekezés egyik eleme az időjárás előrejelzés. Ez szerint a Bodrog és a Tisza vízgyűjtőin 15-20 mm csapadék valószínű szerda estig.